Sziasztok! Ez a Kisbarátok csatorna újabb része, és ez pedig a Kubei K360, avagy a Kubei Titiusnak a, hát egy ilyen prémium változata, nevezzük annak. Gyakorlatilag a módosítások azok annyiban nyilvánulnak meg, hogy az eredeti modell az sima G10 markolattal, liner lockkal és D2-es pengével van, és ugye ezt egy kicsit fel-upgrade-elte a gyártó. Hát és nem is akármilyen módon, mert prémium anyagokat használ, a pengét kivéve, tehát igazából egy ilyen prémium budget kést alkottak meg belőle, ami szerintem egyébként nagyon jól sikerült. A markolat az 6A L4B típusú titán, azaz gyakorlatilag egy ilyen erősített titán anyagból van, és kapott egy ilyen mikrobarázdált felületet, ami hát nem csak mutatós, hanem igazából jól tapad a kézben, tehát kellemes fogást biztosít, és biztos fogást. A csavarok is titánból készültek, illetve a zsebklip is, amely láthatóan csak egy állásban, jobb oldalon, hegyfent állásban felszerelhető, vagy felszerelt, és egy ilyen deep carry megoldású. Úgyhogy gyakorlatilag a zsebben hát szinte semmi nem látszik ki a késből. Ugye a titán váz az kapott egy frame lockot, edzett acél zárbetéttel, a pengét már jól ismeri mindenki, legalábbis azok, akik ezt a modellt már vásárolták, vagy látták valahol. És ugye jön a úgymond fekete leves, a pengének az anyaga, az 14C28N. Ez a fekete leves, ez többszörös idézőjelben van, mert igazából ez a kés így, ahogy van, teljesen jó. Tehát a mindennapokra, vagy akár még többre is, tehát ez egy nagyon jó kitalált kés, nagyon jó ergonómiával, jó mérettel, tehát egy ilyen bő közepes méret. Tehát nekem nincs kis kezem, és nagyon kényelmes fogású. Ugye a markolat, az innen nézve, egy picit ilyen hordó alakú, tehát egészen jól kitölti az ember kezét. Itt van egy ilyen csojl, arra én mondjuk nem feltétlenül fognék rá, de egyébként kisebb kezűeknek vagy vékonyabb ujjúaknak egészen jó használható. Ugye itt van egy ilyen rácsúszás gátló, a penge formája egy ilyen drop point forma, jól használható, hasas, van hegye is. És igazából a 14C28N az egy ilyen, hát nagyon érdekes acél, mert ugye a budget kategóriába sorolják, ugyanakkor jó az éltartása, nagyon jó a korrózió tűrése, ugye a magas nitrogén tartalom miatt. Jól élezhető, viszonylag jól is tartja, szóval igazából simához szerintem egy magasabb kategóriájú acélszintet is, de a gyártó ezt gondolta, hogy ez jó lesz, úgyhogy igazából tényleg jó. Az élszalag rendben van, mind a két oldalon egyforma. Én már egy picit rápolíroztam bőrrel, de hát most az egy dolog, de egyébként szépen és minőségűen van megmunkálva. A penge felülete az egy ilyen gyöngyfúvott vagy homokfúvott felületű. Nem annyira áll ellen a karcoknak, mint egy kőmosott, de egyébként egész jól tűri a mindennapok megpróbáltatásait. A csapályrendszer az kerámia, a detent az kerámia, és ugye hát ennek köszönhetően gyönyörűen finoman lehet csukni, nyitni a kést. De működik a Spidey Flick is, működik a hagyományos nyitófurattal való nyitás, de hát ugye leginkább flipperrel a legkényelmesebb, és ugye annak is van egy ilyen rovátkázott felülete,
ami ugye kinyitott állapotban támasztja az ujjat. Így a fogás az meglehetősen kényelmes és biztonságos, úgyhogy igazából egy nagyon-nagyon jó használható későn, azt gondolom, mind formailag, mind ergonómiailag. A minőségére nem lehet panasz, úgyhogy én bátran ajánlom mindazoknak, akiknek tetszik, szeretnének ilyet venni, úgyhogy hajrá mindenkinek. Ez volt a Kuben K360. Sziasztok!